2022-2023-as tanévének tanítító ünnepségén. Külön köszöntöm dr. Drényi Takács Krisztinát, a Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola igazgató helyettesét. Ünnepségünk kezdetén énekeljük el közösen a himnuszt. Ígérem az iskolában, kipróbálom magamat.
Jöhet angol, matek, izgiasabb feladat. Nem vágyok vissza folyton a medencében áll. Örülök, hogy itt lehetek. Isten veled már. És a becsületes küzdés tesznek bennünket alkalmassá, hivatásunk megtalálásához és elfogadásához. A tanít 10 hónapja alatt rengeteg tennivalóval, hiszen az ember alkotni akar, sikereket elérni, nem csak így érzi magát. Ez csak úgy lehetséges, ha minden nap elvégzitek a feladatokat. A siker nem fogja lejárni, ezért nekünk kell felemelkedni. Legyen az új tanítunk jelmondata, küzdjük meg a sikereinkért. Kedves gyerekek, eltelt a nyár. Nemrég még azt ünnepeltünk, hogy könnyű és nehéz helyzeteket megélve sikerre eljutottunk az év végéig, és önfeledten átadtuk magunkat a töltekezés idejének. Most újból várakozással, megújult erőkkel és reménnyel várunk bele az évbe. Kívánom mindenkinek, hogy ezt a lelkesült érzés táplálja minket azokban a pillanatokban is, amikor elfelejtjük, hogy az összezáruló felfőtt felett mindig rajta van. Szerencsére ott vannak ki, akik a pillanat hüttetését, a jelen örömét mindig meg tudják tudni. Ti, akik rádöbbentenek minket, hogy szinte mindegyikről merre evezünk, a lényeg, hogy egy csónakban ülünk, egy partot látunk, így egyetlen dolgot tehetünk csupán, megtanulunk élvezni az utazást. Nagyon hiányoztatok. Ezt a 183 tanítási napot töltsük meg élményekkel. Éljük meg úgy, hogy bár kötelező, de mégis tartalmas időszak előtt állunk. Fogadjuk el, hogy dolgozni is kell, legyünk vidámak, figyeljünk egymásra, segítsük az újakat, tanács, diákot egyet. Építsünk az eddigi értékeinkre, egy szóval tegyünk azért, hogy az építő beszéd után a tanítása legyen az. Az oktató nevelő munkát 18 pedagógus, 2 áttanító tanár segít. Az idei tanévben 9 osztályban 183 gyermek kezdi meg ma az új tanévet, a Kossuth Lajos Gimnázium, Kossuth Lajos Általános Iskolájában. Sok-sok álmot szeretnénk a tanulóink számára valóságra alakítani, száraz tanterveket a valós élet elvárásaihoz igazítani. Nem csupán tudást, hanem képességeket kívánunk formálni. Kedves kis elsősök! Biztosan sokan izgatottak, ébredtek fel ma reggel, kíváncsiak voltatoknak, vajon lesz-e ismerős gyerek az osztályban? Tényleg olyan kedvesek lesznek a tanítónak, mint a mami mesélte? Innentől kezdve, ez a dátum nektek már egyetlen, biztosan nagyon vártátok már ezt a napot, és remélem annyira, mint amennyire gyakorlatilag. Tanítóitok kicsinosították a tanterveiteket, jönhetőbe öltöztették a szívüket, felhőket a fogadásokat. Sok feladat vár rátok, de
figyelmet fordítanak a tehetségbontásra, felzárkóztatásra, versenyekre való felkészítésekre, és a legjobb szabad és tudat felzárkóztatásra. Tisztelt Tanárnőnk! Engedjük meg, hogy az elkövetkező tanéhez mindenkinek kívánja féltudatosságot, lelkesedést, kitartó szorgalmat, jó egészséget és sok emlékezetességet. Kedve a 2022-23-as laptop asztaláról, amikor fontos fejt mentek máshova. Átgondolom,
mit kéne máshogy, mit eddig nem, most megteszem. Mától tényleg nekivágok, eltervezem, véghez viszem. Véget ért a vakáció, végre együtt a csapat. Bárhogy korán kell már felni, késni mától nem szabad. De jó volna parangol, indok, bokon vagy hegyeken. Ja, összel a gyerek dolga, hogy dolgos diák legyen. Kezdődnek a hétköznapok, kell kitartás, akarat. Záporodnak tennivalók, dúdol majd a sok feladatok. Akár gyerek, annyi féle, apró, s nagyon megy a cél. Érteni kell, mi a jó szó, s hogy a tudás sokat ér. Elindul egy újabb elég, ezer élmény várnak. Idén is sok meglepetést tartok a közöttünk. Nem busulok, nem henélek, eleget tanulok én. Össze-vissza s összegyűjtjük ötszázatost az idén. Ünnepség végén énekeljük el közösen a szívet.